Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor megtudhatják, milyenek is a nyilas jegyű emberek. Kiderül, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az év ezen időszakához. Mazel Katalintól most is kapunk szépségápolási tanácsokat, és tornázni is hívom önöket. Tartsanak velem! Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek a nyilas jegyű emberek, továbbá azok is, akik szeretnék megtudni a csillagok üzenetét az elkövetkezendő hetekre. De ne felejtsék el, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Kos. Soha nem hitte volna, hogy a múlt még ennyire visszaköszönhet. Esélyt kapott, hogy megváltoztassa az álláspontját, éljen vele. Bika. Vegye úgy, hogy ami történik, az mind önért van, és ez valóban így van. Néha csak sokkal később értjük meg, hogy mi miért is volt úgy, de mindig minden a javunkat szolgálja. Ikrek. Olyan periódusba kerül, amikor minden az ön kezére játszik. Tegyen meg mindent, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a kínálkozó lehetőségekből. Rák. Most van itt az ideje, hogy még mindent beleadjon, és teljes erejével a céljára koncentráljon. Ne késlekedjen, már is cselekedjen. Oroszlán. Az ember olykor elhamarkodottan dönt, annak ellenére, hogy úgy érzi, minden százszor átgondolt már. Végül mégis rájön, hogy jobban meg kellett volna fontolnia. Mentse, ami menthető. Szűz. Sok nehézség van ön mögött az elmúlt időszakból. Vegyen mély levegőt és előre nézzen, a múlt már nem változik meg, de a jövőt még alakíthatja. Mérleg. Sokszor gondolja azt mostanában, hogy lassítani kellene, hogy vissza kellene fognia a tempót. Tegye meg. Ebbe az időszakba úgyis minden kicsit lassabb, lecsendesültebb. Önnek pedig nagyon jót fog tenni ez a kis relax. Skorpió. Kicsit erre, kicsit arra kavarodtak a dolgok mostanában, de mindenképpen a célra koncentráljon. Simán veszi majd az akadályokat. Nyilas. Boldog születésnapot! Használja ki ezt a pár hetet, hogy pihenjen, hogy feltöltődjön és gyűjtse az energiáját, mert az új évben nagyon sok változás vár önre. Bak. Vegye figyelembe, hogy minden változik, és ne féljen megváltoztatni a véleményét, álláspontját. Sokat segíthet ezzel saját magán. Vízöntő. Nem szabad mindig a sebeket nyalogatni, érdemes a felejtést és a megbocsájtást is gyakorolni. Néha apró, jelentéktelen dolgok miatt annyi energiát fordít bosszankodásra, amivel pedig meg is oldhatna számos problémát. Halak. Mindig a cél előtt a legnehezebb, amikor még össze kell szorítani a fogainkat, és az utolsó erőnket is bedobni. Na most tegye ezt meg, és nagyon szép sikerekkel hálálja meg az élet. A nyilas nem véletlen, hogy a hagyomány szerint a magyar nemzet a nyilasok közé, nyilas jegyébe tartozik, ugye a sírva vigadás. A nyilas egy könnyed, vidám, de nagyon érdeklődő, nagyon okos típus. Imád utazni, fizikailag és szellemileg is, tehát tanul is. Kitűnő jogászok lehetnek belőlük. Evel nem azt mondom, hogy a törvényt a legjobban betartják, sőt éppen ellenkezőleg. Tudják, hogy a paragrafuson azért van a két lyuk, hogy az egyiken be, akkor a másikon ki. Ők ismerik a legjobban a kiskapukat is, de azért amíg nem sérti az érdekeiket, addig betartják és betartatják a törvényt. Rengeteg jogász és ügyvéd kerül ki belőlük, és az ügyvédekről tudjuk, hogy az ügyet védik, és nem a törvényt, meg a jogot. Most megtudhatjuk dr. Pál István segítségével, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az évezen időszakához. Milyen népszokások babonák kötődnek az évnek ehhez az időszakához?
Az elmúlt adásban eljutottunk egészen november közepéig, és amikor elkezdődik a téli időszak, és ez az egy hónap, ami az elkövetkezendő időszakot jelenti, tele van olyan névnappal, olyan névnapok sorakoznak egymás után, amelyekről érdemes említést tennünk. Tehát ide tartozik az Erzsébet nap, ide tartozik a Katalin, az András, a Borbála, a Miklós nap, és a végezetül a Luca nap. Vegyük sorra ezeket, hiszen mindegyik olyan jelentős, aminek vannak különböző időjóslási, mágikus tartalmuk, ugyanakkor vallási, néprajzi szempontból is érdemes őket megemlíteni. Időjóslás szempontjából Erzsébet és Katalin a két legfontosabb novemberi névnap, hiszen Erzsébetkor általában azt szokták mondani, hogy Erzsébet megrázza a pendejét, tehát akkor leszokott esni az első hó. Azért is érdekes még ez a paraszti pásztorkodás szempontjából is, hiszen volt olyan juhász, aki, illetve kondás, aki eddig tartotta kint a gazdáknak az állatait. Úgy volt megírva a szerződése, hogy mikorra leesik az első hó, addig kell kint tartani. És örült, ha minél hamarabb leesett az első hó, mert akkor visszaoszthatta a gazdáknak a jószágokat, és utána már csak a sajátjait kellett kint a legelőkön tenyésztenie, vagy legeltetnie. Katalinnál azt szokták mondani, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog, vagy fordítva Katalin locsog, karácsony kopog, tehát mindenképpen ellentétes időszakot jósolnak arra az esztendőre, míg az Erzsébet általában a téli, egész téli időszakra vonatkozik, a Katalin általában a januári időszakot is magában foglalja. Úgy tartották, vagy úgy tartják, hogy amilyen nap van Katalinkor, olyan időszak lesz egész januárban, tehát vagy hideg, vagy locsogósabb. Utána jön az András nap, ami a legfontosabb névnap, vagy népszokás szempontjából, vagy hiedelmek szempontjából a legfontosabb névnap novemberben, ez november 30-ára esik, úgy tartják, hogy András elzárja a hegedűt. Ekkorra be kell fejezni azokat a mulatságokat, amelyek zeneszóval járnak, hiszen utána december 1-től kezdődik az advent időszaka, ami egészen karácsonyig tart, az pedig az elmélkedésnek, az elmélyülésnek, a vallásos felkészülésnek az időszaka a karácsonyi dátumra, tehát akkor már nem szoktak táncmulatságokat tartani. Azért is jelentős András nap, mert ekkor szokták általában régebben különösen elkezdeni a disznóöléseket, és ez bontónapnak is nevezik, hiszen a sertéseket felbontották, tehát semmiféle építő jellegű munkát nem végeznek már ezek után. Általában ilyenkorra beüt a hideg tél, ilyenkor már a régi időszakban, mivel nem voltak hűtőszekrények, a téli időszakra koncentrálódtak a disznóvágások is, tehát ezeket ilyenkor kellett elvégezni és felkészülni a karácsonyi tartó időszakra. Mindenki által ismert a Miklós nap, inkább a gyerekek számára úgy, hogy Mikulás. Ennek nem érdemes most utána menni a vallási szempontból, hogy ki is volt az a Szent Miklós, és miért éppen most ajándékozzák meg a gyerekeket. De ez már az egészen a középkorig visszanyúló ajándékozási szokás, amikor különféle kisebb-nagyobb ajándékokkal halmozzák el a gyerekeket azért, hogy a téli időszak, ami karácsony előttre is jó kedvere derítsék őket. Utána és a legfontosabb karácsony előtti vagy téli ünnep Luca napja. Ilyenkor a mágikus szertartásoknak nagyon nagy jelentősége volt. A boszorkányjárásnak megint nagyon nagy jelentősége volt, hiszen ez az év leghosszabb éjszakáját jelentette a korabeli időszámítás szerint, amikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak, és ekkor kezdték el az ügyesebb férfiak elkészíteni a lucoszékét is, amit minden áldott nap csináltak rajta valamit, hogy karácsony viliájára, a Szentmise idejére elkészüljön, és aki elvitte a Szentmisére, ott megláthatta, hogy kik a boszorkányok. De erről majd a következő hónap történései során fogok bővebben beszélni, hiszen az már a karácsonyhoz tartozik. Lucánnál még a különböző szertartásokhoz hozzátartozik a férj jóslás vagy párválasztásnak a
kérdése is. A lányok ilyenkor vagy pogácsát sütöttek, vagy gombócot gyártottak, amelyekbe belerakták a reménybeli kérőjüknek a nevét, tehát különböző férfi neveket raktak bele, és ezeket, ha gombóc készült, akkor kifőzték, és amelyik legelőbb feljött, akkor olyan nevű lesz a férjük, vagy ha pogácsát sütöttek, amelyiket legutoljára ették meg, hiszen annyit sütöttek, annyi darabot, amennyi karácsonyig kitartott, és amelyik legutoljára megmaradt az a név, akkor olyan nevű lesz a párjuk, a választottjuk. Ezért is jelentős a lucanap, mert maga a fény is, fény jelentőse abból jött a lucanap, abból alakult ki, hiszen mivel ezután már megfordult a nap, tehát ezután már napról napra hosszabbak lettek a napok, a fény eljövetelét várták, tehát ezért is nagyon fontos dátum ez az időszakban. Rendszeres nézőink tudják, hogy most Mazák Katalin következik, és szépségápolási tanácsokat ad majd nekünk. Milyen kezelést kap ma a páciensünk? Pigmentfoltokat kezeljük a mai nap folyamán, és villanófény alkalmazásával, illetve azt követően még egy kis hatóanyagot célzottan a pigmentfoltok kezelésére be fogunk ultrahangozni a bőrébe. Milyen típusú pigmentfoltokra jó ez? Ez a típusú kezelés, a villanófényes kezelés a sötétebb területek halványítására alkalmazható. Milyen eredményt lehet vele elérni? Tehát előfordulhat, hogy teljesen eltűnik? Előfordulhat, időszakosan homogénné tudjuk tenni, tehát el tudjuk tüntetni ezeket a sötétebb szigeteket, de mivel tüneti kezelésről beszélünk, és a kiváltó okot, ami legtöbbször belülről ered, nem tudjuk kezelni, ezért arra fokozottan figyelni kell, hogy ha ezt az állapotot szeretné a kedves vendég megtartani, akkor a napozásnál oda kell figyelni, tehát legszélszerűbb az lenne, hogy ne napoztassa a bőrét, és fényvédőt, illetve speciális ápolószereket használjon. Ez a fény egyébként csak erre jó, vagy van más felhasználási területe is? Más felhasználási területe is van, szoktuk szőrtelenítésre is használni ezt a fajta kezelést, ránckezelésnél is nagyon jó szolgálatot tesz, illetve akné és bőrök ápolásánál is tudjuk kezelni a bőrt. Térjünk vissza akkor a mai kezelésünkhöz, tehát mit fog tapasztalni a vendég, fáj ez a villanás, vagy milyen érzés? Hőérzete lehet, és mivel elég erős hőérzettel járhat, ezért egy védőgéllel kenjük be először a bőrfelületet. Természetesen a klasszikus tisztítással kezdjük itt is a kezelést, a letisztításával a bőrnek. Azt követően jön ez a hűsítő gél, ami megvédi az erős hőhatástól a bőrfelületet. Ezt követően jön ugye a kezelés maga, és közben érezhet enyhe meleget, de kellemetlen fájdalmat semmiképpen. És ezt követően jön majd az ultrahangos kezelésünk, és végül fényvédővel zárjuk le a kezelést. Miért kell a szemüveg? Azért, mert több milliméter mélységben nyelődik el ez a fény, és a nyitott szemet bánthatja, tehát ezért szoktuk a védőszemüveget feltenni, mind a vendégnél, mind pedig a kezelőnél. És ha mondjuk szemkörnyéket szeretnénk ilyen fénnyel bombázni, akkor mi fog történni? Akkor nem lehet szemüveg. Közvetlenül a szem felületén nem kezelünk ezzel a fajta géppel, pont azért, mert problémát okozhatnánk. Egy picit a környékét átkezelhetjük, de ott is tollik határral, hiszen ott sokkal vékonyabb a paciens bőre, és hogy semmiféleképpen ne okozzunk problémát, csak környékét kezeljük a szemnek. Van-e valami különlegesség, amire vigyázni kell a vendégnek, hogyha egy ilyen kezelést kapott? Ennél a kezelésnél is fényvédelem szükséges kiegészítésképpen, tehát a kezelést követő időszakban mindenképpen fényvédő alkalmazása fontos, teljesen függetlenül az évszaktól, tehát annak ellenére, hogy őszről vagy télről beszélünk, amikor ezeket a kezeléseket elsősorban végezni szoktuk, akkor is muszáj a fényvédő alkalmazása a nappal. Van-e valaki, aki nem alkalmas ilyen kezelésre? Bőrbetegségek esetén
nem kezelhetjük a felületet. Milyen otthonápolást igényel a bőrünk egy ilyen kezelés után? Tehát itt, amikor célzottan a pigmentfoltokkal van problémánk, nagyon sok készítmény áll rendelkezésünkre. Ezeknek legtöbbször az a funkciója, hogy egyrészt végnyitja a bőrt, és ezáltal hoz egyenletesebb bőrfelszínt, másrészt pedig vannak olyan hatóanyagai ezek készítményeknek, melyek a melanin képződést gátolják, illetve a már meglévő pigmentfoltokat halványítják. Ezeknek teljes ápolósora létezik, különféle termékekről beszélünk, arctejek, tonikok, ápolókrémek és bőrszérumok, és természetesen itt is bőrtípushoz igazítva tudjuk ezeket a készítményeket kiválasztani. Ami a legfontosabb, hogy legalább a 3 lépcsőből álló alapkezelést otthon is folytassuk. Ez ugye egy tejből, tonikból és azt követően egy krémből áll, ami a nappali krémnél fontos, hogy fényvédőt is tartalmazzon. Milyen gyakran szabad ezt a kezelést alkalmazni? Ezt a kezelést is végezhetjük kúraszerűen, illetve egész évben is, amennyiben teljesen le tudunk mondani a napozásról. És hogy formában lendüljünk, illetve formában is maradjunk, segítséget kapunk most Kígyós Valéria Pilates oktatótól. Mi az a Pilates? A Pilates egy olyan mozgástevékenység, ahol az egész testünket minden egyes Pilates gyakorlattal átmozgatjuk. Nem külön izomcsoportokra koncentrálunk, hanem a test középpontjából, azaz a köldökből, az erőközpontból kiindulva indítunk el minden egyes mozgásfolyamatot, és az hullámzik ki minden egyes végtagunkra. Ez egy kontroll alatt tartott mozgástevékenység, egy mozgásfolyamat, nem kitartott pozíciókra épül, hanem az a lényeg, hogy folyamatos mozgáselemek vannak. Nem emelünk számot, tehát ez nem egy aerobikkal összehasonlítható történet. Én úgy szoktam mondani, hogy a Pilates a jogának, a balettnak, vagy a táncnak, és igazából a táncnak, illetve a gimnasztikának egy ilyen sajátos ötvözete. Ki volt az a József Pilates? József Pilates alkotta meg ugye a nevéhez méltóan ezt a Pilates gyakorlatsort, illetve magát a mozgásfolyamatot. Ő aszmás betegként küzdött azzal, hogy olyan mozgástevékenységet találjon, illetve fejleszten ki magának, ami az egész testet átmozgatja. Nyújtó és erősítő gyakorlatokra helyezte a hangsúlyt, amit később már a táncba, illetve a balettba is átemelt. Tehát később, amikor ő már átköltözött és a saját stúdióját megalapította, akkor hozzá elég sok balettművész is járt, pont azért, hogy ezt a sajátos gyakorlatsort ezt elsajátítsák. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy mivel ő aszmás beteg volt, tehát neki a légzés is nehézséget jelentett. Ez a gyakorlatoknál is nagy szerepet kap, tehát a ki- és a belégzés, ez segíti magát az oxigénfelvételt, ugye? Illetve az, hogy minél nagyobb energia felhasználással tudjuk a gyakorlatokat elsajátítani, illetve kivitelezni. Mit lehet várni a Pilatestől? Tehát, hogyha valaki elkezd járni Pilates órákra és rendszeresen gyakorolja, akkor mit fog észrevenni? Nagyon fontos azt hangsúlyozni, mindenkinek azt mondom, amikor először ide bejön hozzám, hogy én nem vagyok egy csodatévő, tehát ránézésre senkit nem fogok se lefogyasztani, sem meggyógyítani, bármiféle mozgásszervi panasza van. Általában olyan emberek fordulnak a Pilates felé, akik valamilyen tartás problémával küzdenek, hátuk fáj, derekuk fáj, ugye ez a mai világban már elég gyakori. Na most ezek az emberek, azt szoktuk tapasztalni, hogy egy heti 2 alkalmas Pilates óra után nagyon nagy mértékben javulnak ezek a mozgásszervi panaszok, tehát akár a tartásra, akár pedig a gerinc, illetve a deréknek a fájdalmaira gondolhatunk ebből a szempontból. Na most még a másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ezzel a Pilates módszerrel, ha rendes Pilates módszerrel beszélünk, akkor fogyást olyan szempontból nem tudok ígérni, illetve nem ígérhetünk, mert ez nem pulzusszámemelő, ez nem egy aerob folyamat, mint mondjuk egy aerobik. Tehát ezzel csak tartást tudunk javítani, illetve a testizmainak a harmonizációját tudjuk megvalósítani, nyújtani tudjuk az izmokat, erősíteni tudjuk az izmokat, alakul a test, de azt a fajta zsírégető módszert, amit mondjuk az aerobik szokott adni, azt nem fogjuk elérni, mert nem ez a célja. Tehát ez a test alakulása hozta azt az eredményt, amivel a barátnőm dicsekedett, hogy centikkel lett kisebb a dereka.
Így van, de ez egy hosszú folyamat. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy itt az ember akár egy-két hét alatt, itt nem tudom, mekkora változást fog magán tapasztalni. Én nem is vagyok a gyors fagyásnak a híve, mert az a szervezetet nagyon megterhelő, meg egy nem egy természetes folyamat, meg az a jó-jó effektust előidéző történet. Itt én azt mondom, hogy egy hosszan kitartó folyamatnak az eredménye lehet az, hogy valakinek alakul a teste. Lehet, hogy kilóban nem fog változni, de mégis az izomzata, a tartása, az annyiban változik és javul, hogy az egy teljes összkép, az már teljesen más lesz, mint mondjuk hónapokkal azelőtt. Beszéltünk arról, hogy a hát derékfájásra nagyon jó a pilátesz, és van-e olyan, akinek nem érdemes jönni, vagy akinek azt mondod, hogy köszi, de te ne gyere? Isten igazából én annak idején azért kezdtem el ezzel foglalkozni 10 évvel ezelőtt, amikor született az első gyermekünk, mert a terhesség nagyon megviselte a hát egy rossz tartásom volt, a gerincemet, a hátamat, a derekamat, és kerestem valami olyan mozgástevékenységet, ami egy kicsit ezt rendbe rakja, akár szoptatás mellett is. Na most én Isten igazából kismamákkal nem szívesen, nem azért nem foglalkozom, mert nem lehetne, csak én azt gondolom, hogy olyan pozíciók és olyan gyakorlatok vannak benne, amik nem feltétlenül jók egy várandós nő számára, tehát én azt elég nagy veszélyforrásnak tartanám. Mozgásszervi szempontból minden olyan embernek, aki hát gerinc panaszokkal küszködik, annak ajánlom, de csak és kizárólag orvosi felügyelet által. Én azt mondom, hogy mindenki, aki elmegy a saját orvosához, a saját orvosa ajánlja ezt a mozgástevékenységet, én azzal szívesen foglalkozom. A másik, amit még fontos hangsúlyozni, hogy akinek esetleg vérnyomás problémája van, nagyon kiugróan magas a vérnyomása, mivel itt azért erőkifejtésről van szó, olyan erőkifejtésről, ami adott esetben vérnyomást tud emelni, és ez a vérnyomás az nincs kontroll alatt tartva, nem szed rá gyógyszert, akkor ebből adódóan is lehetnek problémák. De én azt mondom, hogy a pilátesz, az mindenkinek ajánlható, nemtől függetlenül, és kortól is függetlenül. Egyébként urak szoktak járni? Van rá példa, igen, de sajnos nem gyakori. Az a baj, hogy elterjedt az a közhiedelem ezzel az egész pilátesszel, hogy ez ilyen öreg nők nyugdíjas tornája. Na most én azt szoktam erre mondani, hogy bárcsak mindenki ilyen öreg nyugdíjas tornát tudna igénybe venni, mert azért ez egy nagyon az egész testet átmozgató mozgásfolyamat, ami azért bizony elég megerőltető, és mondom, a testet alakító tud lenni. Tudnál-e ajánlani néhány gyakorlatot a kedves nézőknek, amit otthon el tudnának végezni? Ajánlani azért nem ajánlanék meg a gyakorlatot, mert lehet kapni Pilates DVD-ket számtalan, sőt az internetről is lehet nézni nagyon sok gyakorlatot. De itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy látszólag könnyedek a gyakorlatok, de ha az nem helyesen van kivitelezve, nem helyes a testtartás, nem megfelelő a póz, nem úgy vesszük fel a kezdő pozíciót, ahogy az úgymond a nagykönyvben meg van írva, akkor közel nem érjük el azt a hatást, amit adott esetben kellene. Én ezért szoktam azt ajánlani mindenkinek, hogy aki ezt szeretné, ezt a mozgást elsajátítani, az jöjjön el, próbálja ki, nézze meg, hogy egyáltalán tetszik-e neki, mert nem mindenkinek tetszik. Mert van, aki egy kicsit a dinamikusabb tornát szereti, van, aki zumbázni szeret, vagy aerobikozni, teljesen mindegy. És akkor utána tudjuk ezt az egészet úgy kialakítani, hogy ez akár neki megfelelő legyen. Szoktam olyan pilátesz órát is tartani, tehát nem minden pilátesz óra egyforma. Nem mindig ugyanazokat a gyakorlatokat csináljuk, és nem mindig ugyanazokkal az eszközökkel dolgozunk. Különböző eszközeink vannak, például mint a mediból, vagy a gumikötél, vagy kézi súlyzó. Ezek másfél kilós súlyzók, tehát nem kell nagy súlyra gondolni. És ezekkel tudunk olyan hatást elérni, hogy az mindenki számára jó legyen, tehát hogy az tényleg kedvezően alakítsa a testet. Tehát hogyha valaki esetleg azzal a céllal jön ide, hogy ő a tartását szeretné javítani, szeretné az izomcsoportokat egy kicsit tónusosabbá tenni, és ugyanakkor szeretne még fogyni is, akkor én mindig azt szoktam ajánlani, hogy valami más mozgástevékenységgel kombinálja. Legyen az akár egy aerobik, legyen az akár egy zumba, vagy legyen az akár egy biciklizés, vagy egy nordic walking, vagy legyen csak egy tempósabb séta, és amellett még ez a pilátesz, ez egy nagyon jó kiegészítése lehet ennek az egésznek.
Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba, várom önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!